Utoljára koptatjuk az iskola padjait. Ezután itt hagyjuk életünk ezen lapjait. Saját versével köszön el társaitól a nagykálói Kálai Rudolf szakképző diákja. Kóródi Béla nem csak a rímfaragásban aktív. Április végén az országos szakma kiváló tanulója versenyen pincér vendégtéri kategóriában első helyezést ért el. A megméretetések két napból álltak, az első nap egy koktélt kellett megkevernem, egy Eper Daiquiri koktélt, egy élő felszolgálás volt, tehát vendég előtt végzett tevékenység is volt, mely egy hústrancsírozás volt, illetve négyfogásos menü felszolgálása. A második nap pedig kávékülönlegesség készítés és egy díszasztal terítés a Rubikocz 50. évfordulójára. A jövőbeni terveim közé tartozik, hogy visszajövök ebbe az iskolába, és lerakom az érettségit, illetve egy másik szakmára is szeretnék még visszairatkozni. A szakképzés egyik legrangosabb eseménye a budapesti Szakmasztár Fesztiválon megrendezett verseny. Az intézmény minden évben indul a megmérettetésen. Az idei év sikerét az igazgató szerint a diák kitartása és a felkészítő tanárok munkája hozta meg az iskola számára. Már a megyei fordulóban éreztük a felkészítő kollégák is, hogy ebbe a diákba több van, mint általában egy versenyzőbe, és a várakozások be is jöttek. Nagyon jó eredménnyel az országos válogatóból bekerült, ott pedig magabiztosan a döntőbe is részt vett. És a döntő, ugye az egy kétnapos megmértetés volt, mind a két nap a maga nyugodtságával, higgadtságával, szakmai tudásával, személyesen is ugye fenn voltam és láthattam. Van egy szakmai közösség, aki segítette a munkáját, és nagyon ki kell hangsúlyoznom, hogy egy szakmai közösségben nem egy emberhez kötődik, nem kettőhöz, hanem azok, akik itt oktatnak, mindegyik kollega beletette magát abba, hogy minél szebb eredményt érjen el. A vármegyei szakképzők közül többen értek el dobogós helyezést az idei szakma kiváló tanulója versenyen. Első helyen végzett még a Kisvárdai SC Kandó Kálmán Technikumának diákja is, vasútforgalmi szolgálat tevő szakmában. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós Technikumának diákja pedig villanyszerelő épületvillamosság szakma irányon vehette át a legjobbnak járó elismerést.